Szerbül üdvözölt minket az egyik afgán férfi kelebián. Épp vizet melegített tisztálkodásra. Elmondása szerint már nem lesz sokáig a táborban. A kelebiai tábort sokan elhagyták az elmúlt napokban. Egyre több az üres sátor. A gyerekek száma is jelentősen lecsökkent. Egyre kevesebb a migránsok száma a kelevéi sátortáborban. Kedden délelőtt mindössze százan voltak. Vannak, akik szabadkán a befogadó központban találtak menedéket, még mások már átjutottak Magyarországra. A tranzitzónán keresztül naponta továbbra is 15 kérvényt fogadnak a magyar hatóságok. A migránsok számának csökkenése azzal magyarázható, hogy a rosszabb idő miatt nem a kerítés mellett sátoroznak, hanem inkább szabadkán várakoznak. Ez már a Szabadkai Befogadó Központ. A Vöröskereszt munkatársai ételt osztottak. A migránsok hosszú sorban álltak az ebédért, de végül nem voltak megelégedve azzal, amit kaptak. A Szabadkai Befogadó Központban napi három étkezést biztosítanak a bevándorlóknak. Sokan mégis úgy döntenek, inkább a városba mennek ebédelni. Többnyire péksüteményekkel és konzervekkel térnek vissza. Szabadkán is környékén egy 900 migráns vesztegel.